versenybírói mozdulat, amikor így szembenéznek, hogy ismersz engem? És utána mutatják a lámpát, hogy most már nem ismersz senkit, csak a lámpát. Az tűnik, hogy az 54-es rajtszámmal Somiyi a Bakaui Egyetem járműve jobb rajtot tudott venni, de láttunk már arra példát, hogy valaki a kanyarik hátrányban volt, aztán ott tátosodott meg. A kérdés, hogy most ezt megláthatjuk-e, valószínű úgy tűnik, hogy nem. Nézzük akkor az összidőt, illetve a verseny idejét az 54-es rajtszámú járműnek. Ott van a célban a kockázás. Veszíti a tempóját, miközben az 58-assal a Lithuanian Spirit egyelőre nagyon jó tempót diktál, akkor, amikor már csak idézőjelben egy egyenessel teljesítenie. Nagyon rosszul indult, a Technics egy kicsit óvatosabban, de a lassan jár, tovább érsz elvét követve, már mindjárt teljesíti a pálya egyetlen kanyarját, egyetlen ívét. Közben pedig a Pikiot, a Sziléziai Egyetem autója úgy tűnik, hogy leáll nem sokkal, néhány, hát mondjuk 3 méterrel, de inkább csak 2-vel a rajtunknál. Nagyon legyen az 5 méter, adjuk meg neki. Csak a járvő érdekessége, hogy elől, egészen elől van a motorja, tulajdonképpen a pilóta lába alatt fekszik, és igen jó rajtot vett, már befordult a hosszú egyenesbe. Olyan jó rajtot vett, hogy a kanyarban a szíven alig bírt a ívet tartani az autót, mint hogyha a centripetális erő ki akarta volna tépni a autóból a rivális. Szinte egyszerre érdekel a Berlin-del, Csehországból, a Brunói Egyetemről érkeztek, with number 39, Berlin, a Brunói jármű a rajtnál, illetve 41-es rajtszámmal. Az a T-modellnek a létrehozásába és annak a gyártásának létrehozásába. És ez a Flex Air egyelőre az Óbudai Egyetem autója pokoli tempót diktál, gyakorlatilag csak a hátát tudja nézni a lengyel kollega az Óbudai versenyzőnek, aki ebben a pillanatban ott van már. A Szafi MC Magyar Tudományi Egyetemről érkezett Marosvásárhelyről. Ötös és 27-es. Itt három kerekűek, és így motoros, Na erre kíváncsi leszek, fej mellett halad a két pilóta. Nézzük, hogy hogyan veszik itt a körívet. Egy picit még mindig előbbre van. Nincs! Már behozta a remorabását. És az Afélbrigád hátrányban van. Sőt, mi több ideje van dudálni. Azt a sűrített levegőt de jó lenne fölhasználni. Tehát két szegedi autó, 52-essel a Ferrari, gyönyörű autó, de nem kevésbé szép, a 20-as számú Pet Air Szeged. A Ferrari egy picit, hogyha lassabban rajtolt volna, de most már egész egyértelműen vezet a jobb oldali pályán, a második helyen jelen pillanatban. De még azért egy picit pontosítanunk kell, a Peppel kényszeret minden esetben ott van a közvetlenség veszélyben. És amíg a rajta várakozunk, egy nagyon fontos technikai információ. We have a Latvian Polish fight in this round, ladies and gentlemen. Nagyon-nagyon szorosan fordulnak el. Leszállam kicsit, a kezdetszemélyek jobbak voltak. Nézzük, hogy ez egyenesben hogyan tudják kihasználni. Szoros lesz. De nagyon begyorsult közben. Nagyon-nagyon begyorsult közben a forgó tím is. Reméljük, lesz még energia. Great start, excellent start. But it will be another close racing and close competition. Oda rész a
összegyorsult föl. És ilyen tempó, az előbb már 50 km/h fölötti tempót mértünk. Ladies and gentlemen, we just measured a top speed with more... De úgy láttam a kaputajást nagyon-nagyon nagy tempót. What a fantastic speed now from number 1 BR elnevezési csapatának járműve, és ott a lengyelek pedig a másik oldalon picit megfontoltak tempóban, de legalább haladnak a cél felé. És ebben a versenyszámban, ha valaki műszaki okok miatt nem tud abban a sorrendben rajtkozálni, ami beosztás szerint megilleti, akkor így egy automatikus hátrasorolás lép életbe. Hogyan is indulni? Kinek sikerül jobban a rajt, mint hogyha az ész kollégának sikerült volna jobban, de aztán lehet, hogy rám cáfol a hazai kollega, a hazai versenyző. Ész kollégának ugye, sikerült neki ismét rávenni a járművet. Hát vezérlésben azért lehetnek problémák, Bármi kapcsolgatja, állíthatja folyamatosan. Keresztel, furcsa hangja van, de csak elindult az! Ugye ilyenkor szokták mondani, hogy megszámolja, hogy megvan-e minden fog a fogaskeréken. Hát mire odaér a célba, lehet, hogy nem lesz meg, de mindegy. Most már elvileg a járművek nem fognak annyira kelleni, hogy még egy nagy fotót fogunk csinálni rólunk, és igen. Micsoda? Küzdelem. Air Max. Hármasja, Miskolc kényezve részéről. De vajon lesz-e még a
Ei saa veel robotit asendada tegelikult. Van valami újdonság, mindig meglepnek minket valamivel ezek a hallgatók. A mérnöki leleményesség, hát ugye itt nem feltétlenül olyan a tempó, amit mondjuk a gyorsulási versenyen látunk, de ahhoz képest egyébként, hogy három olajos bordót húz maga után, gyerkölcsökkel megpakolva, ahhoz képest, hogy az tökéletes a sebesség, már-már szédítőnek mondható. Úgyhogy egy kis öröm vonatozás itt az érsek gyertben. Egy nagy tasszot kérek szépen a gyerkőcöknek is! És az Óbuda Egyetem azon tagjainak, akik megépítették ezt a kis vonatot, hogy egy picit átélhessék a pneumobilozás élményét, mert akármilyen furcsa, ez is már egy kifejezésé lőtte ki magát. Pneumobilozni hívunk benneteket, szuperek voltatok! És egy kis érdekesség, hogy tegnap... 4,824 ezer másodperc, hát igen, egy kicsit nagy különbség, 6,5 másodperc, azért más tartott, de ott vannak a vélemények. Egyébként én is elég markáns véleményen rendelkezem erről. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy evolúciós zsákutca lesz, de ez nem akadályozza meg a gyártókat abban, hogy felvegyék a versenyt, és építsenek ilyen autókat. Ladies and gentlemen, we have some nice electric cars on the track. It's a performance thanks to the Chamber of Commerce of Komitát Eger, Komitát Eger, and or Heves, sorry. So we have some electrical cars demonstration runs here around this location. Na, milyen autók érkeznek hozzánk? Jönnek a Hyundaiok, ott látok egy, sőt, több Hyundait is. Ugye itt van az Ioniq, a Hyundai-nak a hibrid autója van, teljesen elektromos, a plug-in hibrid. Aztán itt van ez a Kia, ami teljes mértékben 100%-osan elektromos autó. A Kia Soul-nak az elektromos változata. A Mercedes is megérkezett, nagyon szép zöld rendszámmal, mint ahogy a mögötte a Nissan Leaf is, az az autó, amely talán legelőször gyártott kereskedelmi forgalomban kapható elektromos autó. Jön a Peugeot-nak az Ionja, ez is egy viszonylag régi vágású autó, mint ahogy az iÁP, ugye az ÁP-nak, a Volkswagen ÁP-nak az elektromos változata, és van egy 100%-osan tisztán elektromos hajtással felszerelt elektromos Golfunk is, sőt, itt van még egy GTI, az GTE egészen pontosan, aztán még a Volkswagen csoport részeként egy másik gyönyörű GTE, egy Passat, ha jól láttam. És milyen szépen megtelik velük ez a kör. És az a érdekes, az érdekes, hogy tudunk beszélgetni a motorzaj mellett, ami ugye nem nagyon létezik ezeknél az autóknál. Így van, és hát ha még egy technikai dolgokba egy kicsit belemegyünk, hát ha volt valakinek élmény ilyen autót vezetni, akkor mintha zsinóra húznánk, akkora nyomatékot tud leadni. Meglátjuk, hogy milyen irányt vesz majd akár a versenysport, akár a közúti autózás. Én úgy éreztem magam, mintha egy kicsit a jövőbe mentünk volna most ezekben a körökben, hát legyen is így. De azért, hogyha 10 év történelem, stb., akkor itt az elektromos hajtások is be lehet menni a történelmével. Hát azt tudod, hogy azért Ferdinand Porsche erősen dolgozott annak idején a 20-as, 30-as években, sőt, akkor elég népszerűek voltak az elektromos hajtások, úgy, hogy a 30-as években még gőzhajtású autókat is
gyártottak, természetesen nem széntüzelésűeket, hanem gázpalackról, de tulajdonképpen gőzgépek voltak. Egyáltalán nem új az ötlet, fontosan, hogy az összes létező energiaforrás valahogy bukára fogja az ember, legyen az akár ló, akár gőz, vagy egyéb elektromos és áram forrás, meg energiaforrás. Én nagy tapsot kérnék szépen akkor az elektromos autóra. Mindenkinek, hát ilyen! Szorgalmi feladat! Hát nem ez volt a feladat, gyerekek, de így megcsinálták! Jó, így meg lesz! Jó van, elkerült a gumifalat! Ez igen! Ott kell azért venni mellette, you have to follow the car, but it's driving by remote control! Azért én megnéztem, hogy mi van a laptopon. Tulajdonképpen a laptopon valószínűleg nem passziánszik. Fantastic! Congratulations! Egy nagy tapsot kérünk szépen! Well done, guys! És a fantastic! Egy elviszi a szót, én úgy gondolom a mai napon, hát gratulálunk neki! Ez igen! Finally, our Sport Estonian teams, please come here because you are the winners of the video competition. Congratulations. Szeretnék a csapatokat a színpadra kérni, képviselőjüket, hogy ezeket a díjakat át tudjuk adni. Ez a videóban és fotó kategóriában pedig. Ugye nem küldött mindenki. In the photography category, we have the second place for the IMT Oradea. A Nagyváradról érkeztek ők. És a győztes a fotó kategóriában a Power Air Pneumobil Team Tóth Nándor fotójában. Menedzsereket, akik a futamon már részt vettek, hogy ők is ide a színpadnál is sorakozzanak föl. Hiszen őket is szeretném majd díjazni. De akkor egy picit várunk. So we are lining up with these beautiful B-Mobile vehicles for the official award ceremony of this year's competition. And short news from the racing track of Hockenheim, because the German Touring Car Championship just started in Hockenheim with the first race. And the winner is the first race, the winner of the first race is Lukas Auer, driver of the Mercedes from Austria. Then second place driver with the BMW is Timo Glock, the ex-Formula 1 driver. And the third one is Mike Rockefeller with the Audi. So we have a Mercedes, a BMW and an Audi in the top three on the first race of the season in the DTM, the German Touring Car Championship. Tehát akkor egy gyors végeredmény Hockenheimből, hiszen elindult a német túrautóbajnokság szezonja az első futamban, holnap majd rendeznek még egyet, viszont hát ezt esetleg például egyik autóból kell átugálni a másikba. De mi köze ehhez a pneumobilnak? Na, találjuk ki gyorsan. Sűrített a levegő, pneumobil, főszponzor, nem? Valaki mérnökként dolgozik arra esetleg? Nem, de méréshez van köze, hiszen ugyanaz az én! Engedély Tamara, hogy hívjuk fel minden tanárt, illetve minden menedzser futamos, és kérdessük az ő viszont elsőre megnyerte, jó? Okay, so we had two fantastic and unique races.